Nagybankai Mátyás, História az Vitéz Hunyadi János Vajdáról. Részletek. Hangsúlyos, kétmetszetes, négy sarkú vers. Néktök emlékközöm, ha meghallgatjátok jó Hunyadi Jánosról, nagy jámborságáról, hívszolgálatjáról, erős viadaljáról az ő idejében két László királyról, Amurátesz császárról, Nándor Fejírvárról, Jankula Vajdának utolszor haláláról. Éjjel-nappal siet Jóhunyadi János az Alföldre hajuta, nagy sok naszádokban, sajkákban, hajókban, vajda népet állata, evesztett erősen, siet vitézekkel feírvár ótalmára. Mahumet császárnak vízi ereivel vajda, ha szemben szálla. Vala nagy kiáltás, rettenetes lövés, ropogás ű közöttek. A vitéz magyarok igen serénkednek, török hajókba szögdösnek. Nagy erős vérontást, csuda nagy viadalt az pogánok közt tesznek. Menj Béli Istentől, ott az diadalom hunyadinak adaték. Egy üstökös csillag láttaték az égben akkor Magyarországban, mikor írnak vala 1400 és az 56-ban. Jóhunyadi János betegedik akkor halára Fejérvárban, szemlénben az vizen hozák János Vajdát, magyarok egy sajkában. Meghal a szemlinben, testét az magyarok nagy sírással felvivék, az kincses erdőlbe, Gyulafehérvárban tisztességgel temeték, kinek ő halálát erdől Magyarország sok ideig kesergék, mert a két országnak és az végházaknak fő oltalma elesék. Mikoron írnának ezerben ban és az felett ban Hunyadi Jánosnak sok viadaljáról gyakran gondolatjában, nagy Bánkai Mátyás rendelé versekben, Nagy Szombat városában. Az vitézlő népnek ajánlá, kik vadnak, környül az végházakban.